Szentmisével kezdődött a Muzsiai Emmaus fiú kollégium 16 növendékének ballagási ünnepsége. A fiatalok 3 vagy 4 évet töltöttek az otthontadó intézményben. Most eljött a búcsúzás pillanata. A kollégiumban sok szeretetet láttam, barátokat. Megismertem a nevelőket közelről, és most nehéz a búcsúzkodás. Az egészségügyi középiskolába járok, ez a 4 év gyorsan elmúlt. Sok barátokat szereztem, és nehéz most a búcsúzkodás. A szentmise után a fiataloknak egy-egy tarisznyát ajándékoztak, amelybe útravalóul belekerült egy kis zacskó föld, ceruza, hogy továbbírják az életüket, néhány válogatott gondolat egymásról, egy-egy pogácsa. Mindezek az emlékezést szolgálják. Mi boldogok vagyunk, örülünk, hogy ez megtörténik, hogy a gyerekek sokat tanultak, jó eredményeket értek el, ez számunkra is egy elismerés, és örülünk ennek. A fiatalok tudják, hogy ide a kollégiumba mindig visszatérhetnek. Néhány éve ősszel szervezik meg az ex-kollégisták találkozóját, amelyet a tapasztalatok szerint, aki csak teheti, ki is használja. Nagyon sok szép és boldog napjaink voltak. Voltak nehéz pillanatok is, ugye, amelyeket Domboszkó példájára nevelési módszerével próbáltunk megoldani, és úgy gondolom, hogy ezek a fiúk, akik most búcsúznak a kollégiumtól, valamilyen értéket csak magukkal visznek innen. A szentmisét követően kézenfogva a templomból átballagtak a kollégiumba, végigjárták még egyszer a tanulószobát, majd egy közös vacsorán vettek részt.